Miniszter úr, az ukrajnai háború kitörésével Magyarország láthatóan elveszítette legközelebbi szövetségesét, Lengyelországot, amellyel az európai szintéren kölcsönösen támogatták egymást. Tévedek akkor, ha arra gondolok, hogy önök azért avatkoznak be a szlovákiai választási kampányba, azt mernek kedvező módon, hogy a párt győzelmével egy újabb Fico kormány megalakulásának előmozdításával egy új szövetségest, mondjuk így, gyártsanak le maguknak? Hát ebben a mondatban vagy kérdésben volt több tévedés is. Először is a Lengyelországgal továbbra is rendkívül szorosan együttműködünk minden európai ügyben. Korábban is a visegrádi csoporton belül együttműködést is arra építettük, hogy vannak ügyek, vannak kérdések, amelyekben nem értünk egyet. Tiszteletben tartottuk egymás álláspontját, azokat félretettük, és az annak a halmaznak a százszorosát alkotó kérdésekben, amelyekben meg egyetértettünk, meg a nemzeti érdekeink úgy diktálták, hogy működjünk együtt, ott meg hangsúlyosan együttműködtünk. És ez így van most is. Az egy más kérdés, hogy az az ügy, amelyben más típusú megközelítést alkalmazunk, tehát hogy hogyan legyen béke Ukrajnában, az különböző irányba terelt minket abban a kérdésben, de csak abban a kérdésben. Minden más ügyben a lehető legszorosabb együttműködést folytatjuk a lengyelekkel, tehát akik arra számítanak, hogy a Magyar-Lengyel Szövetség megbomlik, azoknak van egy rossz hír. A másik. Mi a kölcsönös tiszteletre alapítjuk a külpolitikánkat. És minket nem érdekel, hogy egy másik országban kinyeri meg a választást, minket az érdekel, hogy a két ország kapcsolata jó legyen. Mi tiszteletben tartottuk azt is, amikor Robert Fico volt az önök miniszterelnöke, amikor Ivetta Radičová volt a miniszterelnök, amikor Matovics miniszterelnök úr volt hivatalban, amikor Heger miniszterelnök volt hivatalban, Ódor miniszterelnök. Mi ezt tiszteletben tartjuk. Tehát nekünk nem az a lényeg, hogy itt ki van pozícióban, hanem az, hogy a két országnak jó legyen a kapcsolata. És most már annyiszor hallom ezt, hogy mi a Smer mellett, meg a Fico miniszterelnök mellett kiállunk, kicsit aggódom már, hogy ez a választási végeredmény szempontjából milyen hatást fog itt kiváltani, de ez meg nonsense. Nonsense. Mi nem állunk ki szlovák politikusok mellett, mert még egyszer mondom, azt majd a szlovák választópolgárok eldöntik, hogy ki vezesse Szlovákiát. Nagyon nehéz persze úgy kölcsönös tiszteletre alapítani külpolitikát, mondjuk a másik ország külügyminisztere, Kácsár úr, heti rendszerességgel, sovinisztának, irredentának, néha még a fasisztavád is erőkerült, hozta képzett társításba Magyarországot. De ennek ellenére én azt mondom, értem, hogy egy választási kampányban mi is előjövünk, mert szomszédok vagyunk, itt él egy jelentős magyar nemzeti közösség. Én továbbra is azt mondom, hogy akit a szlovákok megválasztanak, mi azzal próbálunk majd a lehető legjobban együttműködni. Annak persze nagyon örülnénk, hogyha a magyar-szlovák kapcsolatok jövőbeni fejlesztésében erőforrásként tekinthetnénk egy erős pozsonyi magyar képviseletre. Hogy az olvasóinknak kicsit megvilágítsuk az önök kormánya és a Smer közötti kapcsolatot, én arra kérdeznék rá, hogy amikor mondjuk a Smer vezetésével tárgyalt, Robert Ficoval tárgyalt a tavalyi év végén, hogyha jól emlékszem, akkor ezen a beszélgetésen előkerült-e például Malina Hedvig ügye? Kizárólag a jövőről beszéltünk. Ugyanis a múlt tekintetében nagyon sok mindenben nem értünk egyet, de ezt pontosan tudjuk. Pontosan tudjuk, hogy mik azok a pontok, amelyekben nem értünk egyet, soha nem értettünk egyet, és valószínűleg soha nem is fogunk egyet érteni. Ugyanakkor vannak ügyek, amelyekben meg egybevágnak az érdekeink, és lehetőség lesz lenne egy együttműködésre. De még egyszer mondom, akárki kerül itt hivatalba, akárki lesz a miniszterelnök, akármilyen kormányzó többség lesz, mi meg fogunk próbálni együttműködni a közös érdekek alapján. Legyen az Robert Fico, legyen az Peter Pellegrini, vagy Szimecska úr, vagy Matovics úr, teljesen mindegy. A jövőre vonatkozó kérdések tekintetében megegyeztek, vagy beszéltek legalább a kettős állampolgárság tiltásának eltörléséről Szlovákiában? Szerintem ez egy olyan kérdés, hogy megint nem értettünk egyet soha, és hát nem tudom, hogy valaha egyet is fogunk érteni. Mivel mi ebben az ügyben soha nem fogjuk megváltoztatni a pozíciónkat, és attól tartok, hogy a volt miniszterelnök sem, ezért ez biztos nem lesz egy olyan pont, ahol együtt fogunk tudni működni, vagy egyet tudunk érteni.